Adérjon! Bandériumok pusztára megjelentek. Köszönöm, kapitány. Adj Isten vitézet! Kapitány uram, a szenátus tegnap kihirdette az ostromállapotot. Parancsára akét cselekedtünk. A város kapui még nyitva állnak. Akik menedéket keresnek a török elől, azok bebocsátást nyernek. Szállásukat, felfegyverzésüket megkezdtük. Hiányban nem szenvednek semmit. A városban a darabontok jelentése szerint rend és fegyelem uralkodik. A pirkerek, akik lettek eligazítva, hogy az, aki innentől kezdve bort bér a vitéznek, és az a bortól bámorodva a falakon nem állja az ellent, nem küzd szívből, lélekből, annak a pirkernek az összes hordója beverettetik, és itt, a Jurisics téren, szégyen szemre, a deresen 25-ször elverettetik. Az iskotályok felállításra kerültek, az asszonyok sürgés teringetnek. Jó beszélsz, Isze kapitány uram. Aztán mondjad, honnan jöttek ezek a vitézek? Vitézek? Körmendről jöttünk, jó uram. Megkicsit Főszekváránk, vagyunk a batyányjal, mellette harcolunk. Jó batyány uram, így érte, hogy jöttök. Megtartott a szavát. Helyes. Virág. Virág batyány! Virág! 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 Kapuváról érkeztünk. Nárasdi urunknak kapuvári bandériuma vagyunk. És megvédjük Kőszegvárát a török ellen. Kelletek nekünk? Utolsó vérig! Helyes! Jó Nádasdi uram, két csapatot is ígér. Egyik ti vagytok? Szép fel, legények vagy koklátok? Igen, adok. Válogatott. Kapitány uram, mi lennénk a másik Nádasdi csapat? Mink Sárváról érkeztünk. Hozott köztünk asszonygépek, de jó fegyverforgató vitézek is. Elég dolog. Látom, hajduk is vannak köztetek. Aztán vigyázzatok, a hajduk azok furcsa népek. Kapitány uram, kezességet vállalok mindegyikért. Hát, a kezesség. Rosszat tesznek, kezükkel védenek. Bevázatom én. Találkoztunk, bár jó gyófi uram. Kapitány uram. Isten hozott Kőszeget. Köszönjük. Csobászról érkeztünk. Előhősünk már itt van, 200 jó vitézen még út közben van, de megérkeznek estére. 50 lóval, 40 puskással védeni fogjuk a várost. Megígérem. Akik út közben vannak, jöjjél egy futár, ne szégyeljék az gazdterököt út közben is levágni. Jó, jó! Ütjük, várjuk közben őket. Helyes! Titeket ismernek, jó kőszegi ravaszok! Aztán védjétek az jó várat, mutassatok példát ezeknek a jó vitézeknek. Város kapitány urat! Tempo István! Városbíró meghívásából Léderer Mátyás fülmendel jelentem, hogy az nemes királyi városnak szenátusa az egész éjszakán keresztül tanácskozott. Tanácskozás közben Schwanper von Grátz Edzsé uramnak az összes utasítást kiadtuk. Úgy, ahogy az városkapitányunk, aki a hadviselésben igencsak jártas elrendelte. Ennek megfelelően köszöntjük az itt megérkezett katonákat. Tudják meg, hogy mintegy 700 férfi ember van a városban, akik eddig kezüket bőrcserzéssel, építkezéseken, kovácsműhelyben edzették meg, de készen állnak arra, hogy a ti bátor példátokat követve veletek együtt megvédjék a várost. A skoláriumot az oskolamester vezetésével ispotálynak s vérköpüldének szerveztük át. Ezen kívül a strázsamesterekkel csatlakozva vállalkozunk a Sarkos bástyánál a védelemre, a Kovácsokkal, a Rókafok bástyánál pedig a bőrcserző vargákkal. De természetesen a kapitány utasítása szerint mindenféle népet, aki hadrafogható, hadrafogunk. Ezen kívül befogadtuk a város lakosságát, kívül az alsó és a felső városból, meg Csebrektől és az egész környékről, Marhát, Lovat,
csertés, ami fogyasztható gabonát mindbehajtottuk, hogy az a város védelmére, a kitáplálásatokra és ne a gaz fölöknek a hódítására szolgáljon. Tartsatok ki, ahogy itt a mi város falánkon látjátok, városházánkon, a Szűz Mária és a Szent István védelme alatt állunk. Városkapitány uram, köszönjük, hogy előhozta ide a katonákat. A nép megnyugodott, folytathassák a vásározást, mert itt semmilyen baj nem lészen. Köszönöm szépen! Köszönöm, bürgemester uram! Vicekapitány uram! A jó muskétások hoznak ezenek? Aznak a falka! Tintesse ki őket! Muskétások! Kilépít! Elvetek! Erre figyelmezzenek! Övés, leram! Figyelem, muskék! Húskaport, ne sajnáljátok! Amíg eddig valaki nem hallott, hogy húsról lesz, az most jó beszélő is meghallja! Puskát az! Pofát hoz! Elpegyőt is! Isten nevében! Hagy tüzet! Puskások, belépünk!